10 évvel ezelőtt alakult meg a Debreceni Egyetem informatikai kara. 2014. augusztus 29-én rendeztek ünnepséget a jubileum alkalmából, amelyen nem csak a lehetséges jövőbeni tervekről, de a kar alapításának körülményeiről is szó esett. Kétségtelen 10 évvel ezelőtt történt az informatikai kar alapítása, de ez nem egy zöldmezős beruházás volt, hanem emögött sok évtized munkája áll, és az, hogy megértsük, hogy most hogy állunk, meg hogy merre menjünk tovább, ahhoz nem árt néha visszagondolni, hogy honnan jöttünk. Igazából a 10 évvel ezelőtti események azok kevésbé voltak érdekesek. Azt megelőző másfél év volt igazán izgalmas, az informatikai intézet létrejötte, majd az informatikai intézetnek a munkája, hogy előkészítse az informatikai, a kar megalakulását. Külső és belső okok is közrejátszottak ebben, az informatika jelentőségének nemzetközi növekedése. Ennek következtében Magyarországon belül is felfedezték az informatik fontosságát. Karalapítási hullám volt országszerte és az egyetemen belül is, és hát voltak a belső motivációk, nevezetesen az, hogy az informatika nagyon komoly munkát végzett, nagyon sok hallgató oktatását látta el, de ennyire beágyazottan, ahogy annak idején a 2000-es évek elején is még volt, nem tudta a jelentőségének megfelelően működni. 10 évvel ezelőtt abban reménykedett az egyetem és a akkor megalakult kar vezetése, hogy ezt a kart, ez hosszú távon lehet menedzselni, ez a kar meg tudja teremteni azokat a körülményeket, amiben feladatait el tudja látni. Én azt gondolom, ez sikerült. Mind a Debrecen Egyetemen belül, mind pedig országos szinten sikerült kivívni azokat a pozíciókat, amelyek biztosítják a kar hosszú távú működését. Kettős feladatot kell megoldani az oktatás során. Egyrészt meg kell ismertetni a hallgatókat azokkal a modern technológiákkal, amelyeket munkába állások során közvetlenül használniuk kell. Másrészt pedig képessé kell tenni őket arra, hogy befogadják az új technológiákat, meglegyenek azok az elméleti alapok, amelyek mentén képesek arra, hogy elsajátítsák az új technológiákat és azokban dolgozzanak. Az informatikai kar jubileumi ünnepségén átadták a kar legmagasabb kitüntetését, az informatikai kar érmét, amit Pajor Ferenc, a National Instruments debreceni informatikai vezetője vehetett át az oktatás és kutatás támogatásában végzett munkája elismeréséül. Ezúton szeretnék gratulálni ehhez a kitüntetéshez, és további jó egészséget, sok sikert! Jó, hát amikor megtudtam, hogy ebbe a kitüntetésbe részesülök, akkor rendkívül módon meglepődtem. Ugye el szokott ilyenkor hangzani az a sztereotípia, hogy ez igazából nem nekem szól, hanem a munkatársaimnak, de ez nálunk tulajdonképpen tökéletesen igaz. És szeretném még egyszer elmondani azt, amit nem győzök elégszer hangsúlyozni, hogy a mi sikerünk az egyetemnek a alapozásán, illetve az egyetemmel való együttműködésen alapul. És amit nem mondtam, és szeretnék tényleg hozzátenni, hogy megkaptuk azt a rugalmas együttműködési lehetőséget az egyetemtől, hogy nagyon sok mindent csinálhatunk közösen, ugye ezt nem soroltam föl, de látszik. Úgyhogy igazából legszívesebben én is egy hasonló kitüntetést átnyújtanék az egyetemnek, de nem vagyunk fölkészülve, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer.